A Politika Capital ügyvezető igazgatója Krekó Péter a vendégünk. Jó estét! Jó estét kívánok! Ha elvész a szabadság, ha elvész a nemzeti függetlenség, mi magunk is elveszünk, mondta Orbán Viktor ma a Terrorháza Múzeum előtt rendezett október 23-i ünnepségen, ahol mint miniszterelnök beszélt és mint pártelnök szónokolt. Ez egy nagyon furcsa helyzet. Legalábbis én így értékeltem az ő beszédét, lehet, hogy tévesen. Nyilvánvalóan a jövő áprilisi választás volt, ami alapvetően meghatározta ennek a beszédnek a tartalmát, de persze azt is láthatjuk, hogy azért ennek a gondolati elemei, ezek szervesen épültek az elmúlt években. És én igazából egy elemet emelnék így ki kezdetben, azt, hogy mennyire nem maradt a Fidesznek és egyébként Orbán Viktornak mondani valója október 23-a és 1956 kapcsán. Az eseményekről szinte semmi szó nem esett, hanem teli szájjal brüsszelezett a miniszterelnök, és azért abból a szempontból érthető, hogy ez nem egy nagyon kényelmes vagy könnyen megoldható retorikai feladat, hiszen mégiscsak Magyarország a Oroszországgal legbarátibb viszonyt ápoló Európai Uniós tagállam jelenleg, és ebben a helyzetben különösen egy olyan rendszerrel, ami egyébként egyre erősebben építi a kommunista nosztalgiát, egy baráti viszony szerintem 56-ban ezzel magyarázható, gyakorlatilag szinte már ott tart a történet, hogy 1956-ban Brüsszel igázta le Magyarországot, és Brüsszel ellen keltünk fel. Na nem, és... hát azt mondta például Orbán Viktor, bocsánat, hogy azokat sem felejtjük el, akik akkor velünk szemben álltak, mondta ezt 56-tal kapcsolatban. Hát kik álltak velünk szemben? Egyfelől mi magunk, magyar a magyarral szemben, másfelől mi, meg az oroszok álltak egymással szemben, tehát az oroszok. Most mégis, mintha a legnagyobb barátok lennénk. Igen, a magyarokkal kevésbé. Igen. Igen, hát nekem tényleg ez az érdekes része. Emlékezhetünk arra, hogy tavalyi évben, sőt, bocsánat, még idén a februárban, amikor Vlagyimir Putyin Magyarországra jött, akkor azért a második világháborús szovjet katonákról megemlékező emlékművet adtak át Esztergomban, és én azt gondolom, hogy valami nagyon alapvetően változik meg az egész jobboldal identitásában. A hazai jobboldal identitásának a rendszerváltás után nagyon szerves és fontos eleme volt a Szovjetunióval és Szovjetunió után Oroszországgal szemben egy erős politikai távolságtartás, és annak az egyébként szerintem helyes felismerése, hogy van egy olyan imperialista attitűd, ami nem tűnt el az orosz külpolitikából, és ezt azt hiszem, hogy a szomszédunk Ukrajna erről sokat tudna mesélni, hogy ez mennyire él a mai nap is. Szerintem ebben a kérdésben történt egy gyakorlatilag ukanyar, tehát egy 180 fokos fordulat, és amit egyébként a közönkutatások szerint a Fidesz szavazók jelentős része bevett, tehát az a narratíva, hogy most már nem Moszkva ellen kell küzdeni, hanem Brüsszel ellen kell küzdeni, ez a jobboldali szavazók jelentős része számára egy elfogadható üzenet. Homo Brüsszelikus. Homo Brüsszelikus, pontosan, de én azt gondolom, hogy ha valóban egy olyan ország van közvetlenül mellettünk, amelyik azért, mert függetlenség útját akarta választani, orosz tankokkal kellett, hogy találkozzon pár éve, és ezzel szemben megnézzük a magyar közönkutatásokat, és azt látjuk, hogy nyilván nem függetlenül a magyar kormány propagandától Soros György és Brüsszel nagyobb fenyegetésnek tűnnek a magyarok egy része számára, mint Moszkva és Oroszország. Én ezt egy nagyon bizarr fordulatnak tartom. Hát mert a kommunikáció, hát azt mondta Orbán Viktor, ezt nem először mondja, sőt, ugye erről plakát is volt hajdanában, hogy azt szeretnénk, sőt, azt akarjuk, hogy tiszteljék azt, akik és amik vagyunk. Tiszteletet követel. Ez egy nagyon furcsa retorikai fordulat, ezt nagyon sokszor el lehet mondani, de egy idő után az ember csak visszakérdez, hogy de miért nem kapunk vajon? Hogyha ő úgy érzi, hogy nem kapunk. Ezt lehet követelni? Hát követelni természetesen nem lehet. Bármit lehet követelni. Természetesen lehet. Kérdés az, hogy ha mondjuk ezt úgy értelmezzük, mint egy külpolitikai stratégiát, akkor ez egy célra vezető külpolitikai stratégia. Szerintem ebben a beszédben nagyon erősen benne volt egyébként, és ez közvetlenül meg is említette a miniszterelnök, az osztrák választásnak az élménye. Az osztrák választásnak az eredményéből a menekült ellenes szélső jobboldalnak az előretöréséből és a jobbra tolódó középjobboldalnak a megerősödéséből azt olvasta ki
szerintem Orbán Viktor, és erre utalt is, hogy van lehetőség egy olyan Közép-Európa kialakítására, ami Brüsszeltől és az Európa központjától eltérő értékekkel val, de hasonló súlyjal... Jó, hát ezt másképp fogalmazta, hogy egy migránsmentes Közép-Európáról beszélt. Migránsmentes övezetről, igen, pontosan. Amiben ezt ismerjük, volt igen. Egy olykor nevezett zenekar, hogy cigánymentes övezetről énekelt. Lehet, hogy nem ismerte a miniszterelnök, nem magában. Nem hiszem, mert ez a 80-as évek közepe. De igen, ha önértékelíteljük meg a mondatot, akkor jó. Sem nagyon szerencsés. Igen, de érdekes mondom, nem Ausztriát vonta ebbe bele. Nekem meglepő módon Romániát. Tehát elmondta Lengyelország, Szlovákia, Csehország és román barátaink. Tudunk valamit, vagy nem tudunk valamit, amiről tudnunk kéne? Az jól látszik, hogy Orbán Viktornak van régóta egy olyan törekvése, hogy kialakítson egy olyan szövetséget Közép-Európa. Ez 2010 óta egyébként, aminek valahogy a szervező ereje Budapestre, bár ez azért szerintem nem egy nagyon reális perspektíva, mert tengelyt építeni meg lehet próbálni, ezt általában nagyobb országok tudják. Tehát itt a régióban mondjuk Lengyelországnak, Romániának nyilván sokkal jobbak ebben a lehetőségei, mint Budapestnek. És van egyébként egy-két olyan politikai elem, amivel az egyébként más pártcsaládba tartozó román kormányt összeköti a jelenlegi magyar kormány. Ez például Soros György ellenes kampányok, ami mintha egy ilyen közös nevezővé válna a régióban, és nyilván a régión túl is. Én úgy látom, hogy lehet madártávlatból úgy látni, hogy itt van egy olyan Közép-Európa, ami valami teljesen más értékeket képvisel és politikát folytat, mint a mag Európa, de egyrészt azért alapvetően Németország és Franciaország diktálja továbbra is a tempót az Európai Unióba, és ott a választások szerintem nem nagyon erősítették meg ezt a forradalmi elképzeléseket, amelyeket korábban. Ezért említettem most Orbán Viktor Olaszországot, mint másik nagy államot, jövőre ott is választások lesznek, hogy Olaszország és Magyarország lesz az, ahol fontos választások lesznek. Hadd hozzak még ide egy másik idézetet. Azt mondja, 3 évtized után újra veszély fenyegeti mindazt, amit Magyarországról és a magyar élet rendjéről gondolunk. Ez Brüsszel. Ez a globalizmus, hát kvázi Soros, bár Soros György nevét egyetlen egyszer sem említette. Igen, szerintem ebben nagyon új elem nem volt ez a nemzethalál víziója, és ennek egy ilyen, ez Európai Uniónak a végső ellenségképi megtétel, de szerintem ez pár éve igazából megtörtént. Az érdekes elem ezzel szemben talán inkább az, hogy a frissebb közvélemény kutatások is azt mutatják, hogy a magyar közvélemény kifejezett a Brüsszel ellenes üzenetekre valamennyire fogékony, de ezt nem általánosítja az Európai Unióra. Az Európai Unió intézményei egyébként továbbra is népszerűbbek, mint a magyar politikai intézmények, vagy az Európai Bizottság az népszerűbb, mint a magyar kormány. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a magyarok gyűlölnék az Európai Uniót, de nyilvánvalóan egy ilyen mozgósító stratégiaként működik. Egyrésztről, másrésztről én azért azt gondolom, hogy ez olyan hosszabb távú célt is szolgál, hogy Orbán Viktor sem tudja, mint ahogy sokan, senki nem tudhatja, hogy mi lesz a hosszabb távú tendencia az Európai Unióban, és szerintem ő számol azzal a forgatókönyvvel, ami azért, lássuk be, ennek van realitása, hogy Magyarország más közép-kelet-európai országa valamennyire perifériára sodródik, és akkor fel lehet újra tenni azt a kérdést, hogy ennek az Európai Uniónak így ebben a formában van-e értelme, vagy pedig gyöngíteni kell ezeket a kapcsolatokat. Szerintem a pszichológiai kötelékek gyöngítését célozza ez a nagyon intenzív Brüsszel ellenes kampány, ami mondom, az Európai Unió egészének az imázsát és a belevetett hitet Magyarországon még érdekes módon nem tudtam megmondani. A miniszterelnök pártpolitikai kampányra használta az ünnepet? Szerintem egyértelműen, de azért lássuk be, hogy kevés a történészi szempontból korrekt 56-os beszéd szerintem miniszterelnökök szájából. Tehát ez természetes, hogy politikai célokra használják fel. Én ebben önmagában nem is látom nagyon a problémát. Én abban látom a fő problémát, hogy ahogy ezt említettem, a külpolitika iránytűje, mint a Magyarországnak nyugatról nagyon erősen kelet felé mutatna, és minden alkalmat, tehát Orbán Viktor, mint
a viccben Móriczka, akinek mindenről egy dolog jut eszébe, minden alkalmat megragad arra, hogy vagy Soros Györgyről, vagy Brüsszelről értekezzen, vagy mind a kettőről együtt, és egyébként a jelzők és a tartalmi jelenek azok pedig egyre durvábbak. Ezek mellett érdekes az, hogy tényleg retorikai szinten nagyjából azt láthatjuk, mint mondjuk Nagy-Britanniában volt a mainstream kommunikáció a Brexit előtt, és ezzel együtt a magyar közvélemény kitart az EU mellett. Hát mert a sötét oldal ereje biztos hat még rájuk, de majd ezt is hallottuk, erre figyelemmel lesznek. Luke Skywalker majd leszámolva. Krekó Péter, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget.